Nézd minket! Fontos önnek, hogy pontos, hiteles és kiegyensúlyozott híreket kapjon? Akkor kérjük, segítsen nekünk! Ajánlja fel adója 1%-át az ATV gondolatjel az Objektív Hírszolgáltatásért alapítványnak. Csizmazia Ferenc helyi MSZP-s önkormányzati képviselőt indítja a 16. kerületben a polgármesteri székért az ellenzék. Csizmaziát a helyi Fidesz azzal vádolja, hogy elkótya vetélte a szocialisták kerületi székházát. Vendégünk Csizmazia Ferenc. Örülök, hogy itt van, jó napot kívánok. Ráadásul nem csak MSZP-s, hanem ugye ön mögött áll gyakorlatilag a teljes ellenzék. Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, én először vagyok itt, úgyhogy én szeretnék átadni egy ilyen kerületi programot, az én polgármesteri programomat. Mindenki kertvárosa. Ez egy sajátos házi nyomtatás, a mi példányaink még a nyomdában vannak, de hétvégén a postaládánkban is el fognak jutni. Köszönöm, meg fogom nézni. Szóval, ön mögött nem csak az MSZP, hanem a Mi Hazánkon kívül lényegében mindenki. Gyakorlatilag a 16. kerületben mi elvégeztük azt a feladatot, amit tőlünk elvártak a választók. Egyben tartottuk a társaságot 2022-t követően, tehát az összes ellenzéki párt együttműködve dolgozik a kerületben, és ehhez csatlakoztak helyi civil szervezetek, például a Közösen a Kertvárosért Egyesület, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, Szilaspatakkör és a Magyarországi Régiókért Egyesület. Ugye a 16. kerületben most már tradicionálisnak mondható, hogy fideszes városvezetés van, Kovács Ferenc a polgármester, ő újrázna, kemény ellenfélnek tűnik. Mi az érve vele szemben? Mivel fog győzni? Én azt gondolom, hogy Kovács Péter. Igen. Kovács Péter, én azt gondolom, hogy elfáradt. Én azt gondolom, hogy őszintén beszélt, amikor a pártkongresszusokon azt mondta, hogy a kellemetlen kérdésekre a megfelelő választ a pártközponton várja. Én azt gondolom, hogy ő elfáradt abban az egyensúlyozásban, amit a helyi érdekek és a pártközponti utasítás között próbál egyensúlyozni. Igazából szerintem Kovács Péter most már kizárólag a párt érdekeket érvényesíti a kerületben is. Ennek milyen nyoma van? Tehát mit tudna erre példát hozni? Hát erre nagyon egyszerű példákat hozni. Ott vannak a képviselőtestületi előterjesztések, amikor országos politikai kérdéseket visz be helyi önkormányzati témába. Mint például nekem egyébként volt egy előterjesztésem a helyi Csobajbányával kapcsolatban, hogy változtatási tilalmat rendeljünk el, amire ők beadtak egy olyan módosítót, hogy mi azért akarunk változtatási tilalmat, mert hogy nekünk ezt adta ki Gyurcsány Ferenc parancsba, és hogy egyébként magát a Csobajbányát Karácsony Gergelytől kell megvédeni. Nem a természeti értékeit. Ez egy ilyen... Ezt én nem is értem így első hallásra, lehet, hogy kellene, de azt a logikát értem, hogy ezt tudja elképzelni. Az önállítása ugye az, hogy ő így működik. Jó, ezt elfogadom. Abszolút. Migrációval foglalkozunk testületi üléseken, belevisznek minden előterjesztésbe mindenféle országos politikai témát. Úgy fogadunk el testületi anyagokat, hogy például a brüsszeli szankciók, a hibások azért, mert mi valami fejlesztést nem tudunk megvalósítani. Tehát én ezekre gondolok, hogy abszolút hát ezek a propaganda... politikai lózungok, világos. Igen. Mivel jönne ön? Azon kívül, hogy eladta az MSZP székházat a Fidesz szerint. Hát ez a Fidesz szerinti állítás, én nincs ügy, nem is soha nem is volt ügy. Én 12 sajtópert nyertem ebben a témában. Készítettünk is egy videót egyébként az elmúlt napokban, ami pont azt mutatja be, hogy hogyan épül föl egy Fidesz által generált propaganda előadás, és 12 nyertes sajtópert nyertem meg. Egyébként a helyreigazításokban minden olyan állítást, amit ma is újra és újra előhoznak, azt megcáfolt már jogerősen a bíróság. Hát akkor újra és újra perelhetne valójában. Gyakorlatilag igen, most is újabb három helyreigazítási per van folyamatban. Na, de én azt kérdeztem igazából az előbb, hogy azzal szemben, amit Kovács Péter képvisel, ugye határozottba befonja azt, hogy migráció meg Brüsszel, ő mit vinne a testület elé? Milyen olyan témái vannak, amikkel meggyőzni a 16. kerületéket? Hát nekünk az alapegyüttműködésnek az alapvető része volt az, hogy készítettem egy polgármesteri programot, a Mindenki Kertvárosa programot. A Kovács Péterrel szemben én azt képviselem, hogy meg kell teremtenünk a helyi objektív és független tájékoztatást.
Ugye ma a 16. kerületben azt éljük az önkormányzati labban, hogy lapszámok versenyeznek egymás között abban, hogy Kovács Péter hányszor tud megjelenni fotóval az egyik vagy a másik. Mi a rekord? Nem számoltuk össze, én ezzel nem töltöm az időt, én a kertvárosiak érdekeinek érvényesítésével szeretném tölteni az időmet. Én nem szeretnék ilyenekkel foglalkozni, mint ahogy ugye például Szatmári László, fideszes önkormányzati képviselő ódai kampányáról is ugye próbáltam röviden, tömören annyit, hogy felháborító, mert ezek az ügyek elviszik a figyelmet arról, amit mi szeretnénk megvalósítani a kertvárosban. Például az én programom az három fontos alapelvre épül, számolok a realitásokkal. Tehát tudom, hogy vannak olyan részei egy polgármesternek, hogy polgármesteri hatáskörben meg tud valósítani bizonyos vállalásokat. Van, amihez ugye nyilván a képviselőtestület többségekkel, és vannak olyan részei a programomnak, ami számol azzal, hogy ahhoz vagy kormányzati, vagy a parlament többségének támogatása, vagy a fővárossal való együttműködés kell. Nekem öt részből áll a programom. Az első rész ez a szabad öntudatos kertváros, ebben szerepelnek mindazok, amiket az előbb elmondtam, hogy ez az objektív független tájékoztatás megteremtése. A második rész az a zöld kertváros. Én szeretném újabb zöld felületekkel bővíteni a kerületünket, megszüntetni azt, hogy felszámolunk folyamatosan zöld felületeket és felparcálázza az önkormányzat, és én mindig úgy szoktam mondani, hogy a családi ezüstöt meg kell védjük. Van a gondoskodó kertváros része, ott például az idősekről való gondoskodásról írtam pár gondolatot. Ebben szerepel az, hogy például 10.000 forintos utalvánnyal segítsük a nehéz helyzetben lévő időskorúakat, segítsük a fiataloknak a lakhatási támogatását, gondoskodjunk a kerületi lakosokról, például lobbizzunk a kormányzatnál önálló tűzoltóság létrehozására, mert a 16. kerületnek nincsen. És akkor tovább megyek, van az esélyteremtő kertváros, ami a bérlakás programmal foglalkozik. Bérlakásfelújítási és bérlakásépítési program például a 13. kerület mintájára. A bérlakásfelújítási program szerint azért fontos, mert most a kerületben szintén van egy olyan trend, hogy folyamatosan a rossz állapotban lévő bérlakásainkat értékesítésre írja ki az önkormányzat. Egyszerűbb mit felújítani? Hát, az egyik költség, a másik bevétel. Igen, ők úgy gondolják, én pedig azt gondolom, hogy van az utcáról lakásba nevű egyesület, akinek a bevonásával felújíthatjuk ezeket az ingatlanokat, és rászorulóknak tudjuk. De különben is ez is a családi ezüst része. Egyébként abszolút, igen. És mi az ötödik, az utolsó? Az utolsó, az pedig az élhető kertváros. Ebben például a diákokkal közösen volt a Mi Budapestünk programja a diák szervezeteknek. Nagyon sokat egyeztettem velük, nagyon sok általuk megírt programpont is szerepel az enyémben, egyébként egymástól függetlenül is így volt. És például a diákok számára ingyen használható közösségi terek létrehozása az egy nagyon fontos lépés lenne a élhető kertváros irányába. Egyébként szerepel benne még a HÉV megállók közelében biciklitárolók kiépítése, a bicikliutak építésének folytatása, és a többi. Rengeteg programpont van benne, 20 oldalas a polgármester. Hát mindjárt elolvashatják a kerületiek. És most mi is betekinthettünk, sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Csizmadia Ferenc volt a vendégünk, a 16. kerület ellenzéki polgármester jelöltje. Ez volt már a Vox 2024, most híradó, és aztán egyenes beszéd, várom önöket vissza.